Na jó reggelt, mert a második reggelünket töltjük együtt. Lejöttünk ismét egyet, hát így bráncsolni, vagy nem tudom hány óra van amúgy. Hát már ilyen... Jó, akkor lehet, hogy meg most is inkább ebédelni. Igen, és nagyon vicces, mert vagy hát ez ilyen problémaként merült fel már többször, hogy nincs olyan hely, ahol tudnánk egyszerre enni, le lehet ülni, és kávé is van. Szóval nálunk otthon azért a legtöbb helyen van kávé, viszont itt vagy kávé van, vagy nem tudunk leülni, szóval mindig van valami probléma. Igen, és most... bocsi, de hogy ami nincsenek nagyon reggeliző helyek. Uh-huh. Tehát, hogy se bráncsos helyek, se reggeliző helyek, ez is egy ilyen... Ja, nem akarom lelőni, hogy ez hogy milyen hely. Meg az olaszok reggelire szinte csak édeset esznek, szóval, hogyha sósat szeretnél reggelizni, akkor meg esélytelen. Uh-huh. Most összekombináltuk, mindjárt mutatom, hogy mit reggelizünk. Közben mászkáltunk és külön helyen vettünk kávét, és a reggelinket is külön helyen vettük meg. Én egyébként imádom ezeket, tegnap ettünk először, és nekem nagyon tetszik, és úgy vágják le, hogy így, szóval nem külön megvan egy szelet, hanem így mondod, hogy mekkorát kérsz, és akkor így ollóval így lenyisszantják. A Dórié most egy ilyen kék sajtos káposztás, meg egy ilyen krumplis, meg ezt nem kakuk, vagy ezt hogy hívják? Rosmaring? Ja, lehet, hogy rosmaring, igen. Azt mondom, hogy kakukkfű, de igen, rosmaring. Igen. Az enyém egy ilyen buffalo mozzarellás, bazsalikomos, paradicsomos, a másik pedig a diavola szalámis. Szóval ezt fogjuk most reggelizni, és valószínűleg amúgy beülünk, mert itt pedig az a probléma, hogy itt kint meg csak állni tudnánk, és egy pad van. Úgyhogy ilyen esik. Igen, úgyhogy mégis beülünk, pedig amúgy kint azért jobb lenne. Ja, megvettem egy sárga dinnyét, mert nagyon szimpatikus volt. Hova kell bedobni? Ide? Aha. De most melyikre mész? Látni akarom. Nézd oldalról. Várj, akkor bejön egy sorszám. Hogy a cápa fölött van egyben. Szerinted kb. A cápa? Nem. A sárga. Ja, oké. Ott fölötte van? Azok, hogy nem, mert a kívánkba bele fogsz ütni. Kicsit elvég. Még egy kívánk. Aha. Ennyi volt. Ezt már most nem éri meg. Most fogsz még egyet? Amúgy szerintem ez nem ne a cápát. Ez lehetetlen ennyi azt volt. Azt a narancsát el, amíg egész van esély, a narancsát hagyja. Biztos? Hát, de kurva kevés esély van. Jó. De hogy nagyobb. Jó, biztos. Még egyet, jó. Kérlek. Próbálja meg. Hát ez... Ah! Mi esély? Jaj, elnézést. Esélytel, hogy megfogja. Igen. Hiszem, hogy majd minden... 200-adikál jó rámarkolat. Ez lehet, de ez lehetetlen. Tudsz instruálni? Igen. Én csak itt bedobom? Aha. És hogy kell használni ezt? Hát hogy? Így mozgatom, és akkor nyomom meg, amikor le akarom menni. Igen. Ó, Istenem. Hajrá! De most miért jó, mozom? Hát, mert mozgatod. Erre, ugye e felé. Vissza, egy kicsit, nagyon kicsit. És most feléd egy kicsit. Maga. És most egy kicsit arra. Merre arra? Arra. Arra. Jó, most. Oké. Okay. De az a baj, hogy annyira laza akar, hogy lehetetlen. Esélytelen. Az olasz KFC-t kipróbáljuk. De a te hamburgered az ugyanilyen, mint az enyém? Most megkóstolunk egy ilyen nagyon extra joghurtos, az enyém nutellás, tejcsokis, meg így minden benne van. A Dórié pedig étcsokis és ilyen gyümölcsös. Meg pisztáciás, meg oreós, meg mandulás. Igen, szóval nagyon sok minden. Elég rövid a ha legyen meg. Túlságosan érződik a joghurt. De mindjárt a lejjebb menjünk, ott lesz a többi dolog. Igen. Szóval tetejére még lehet, hogy van a gazdagabban. De amúgy finom. Én szeretem, igen. Még beleszáradt a szósz. Igen. De aztán nem rossz, mert ilyen kis, mintha darabkák lennének. Finom. Jöjjt vegyet. Jöjjt vegyet.
Ekkora, egy normál méretű sirály. De az a baj, videón is picinek tűnik. Úristen, hát ez egy gólya. Képzeljétek el, hogy ugye most vacsiztunk, meg ilyenek, és én megmondom őszintén, nem sok esélyt láttam rá, de elsétáltunk a Trevik úthoz, és mondtam, hogy elképesztően kívánok egy fagyit, de hogy ilyen, hány óra van? Éjfél lesz. Na igen, fél egy lesz, és hogy már biztos voltam benne én, hogy nem lesz nyitva, de a többiek mondták, hogy amúgy lehet, hogy nyitva lesz. Én mondtam, hogy szerintem, ha valahol lesz, vagy ilyenkor, az a Trevik után lesz. És én egy kicsit nem bíztam ebben a dologban, de konkrétan nyitva van a fagyizó, szóval ennek most nagyon-nagyon örülök, mert nagyon kívánom a fagyit, és sorba se kell állni meg semmi, mert nagyon kevesen vannak. És ilyen 500 féle íz van, szóval fogunk fagyizni fél egykor. Ti fagyiztok? Mindjárt megnézzük, hogy vannak. Ez nagyon ilyen izé, biztos, hogy nem. Jó. Ez a Mennyország. Akkor tudod, hogy bejutottál Mennyországba, hogyha ez van, és így megérkezel abba a kapuba, amit szoktak mondani, és így ez vár, és akkor tudod, hogy ez a Mennyország. És ingyen van. Úgy, hogy nem is tudok választani ismét. Yes, persze. Miért veszek itt félünk magyarul? Ez tipikus esete annak, hogy 800 ezer íz van, és kimondja valaki azt, hogy vanília. Nézzétek, hogy mekkora a fagy. Here we go. Thank you. Valóan a legegyszerűbbet, valóan a legbonyítóbb. Azért ez nagyon, nagyon durva. Ez ilyen kis Mickey egér. Igen. Úrzsán, amúgy te szerintem nagyon szeretnéd. Ez mi? Fashion food. Vannak benne ilyen ropogós. Igen. A ropogóság az nagyon jó. Hát meg ilyen savanyú. Igen, amúgy ez jó. Ezt nem gondoltam, hogy ilyenek. Jaj, ne! Ó, az új melegítő! Jó, valamit. Jó, mindegy. Kicsit félek. Nagyon cuki, hogy ilyen Mickey egér. És mi a többi másik kettő? Ez mentás csoki, ez pedig Bounty, szóval ilyen kókuszos csoki. Azt elmondhatjuk, hogy logikus legyen, hogy mi miért dobunk be? Oh, thank you. Oh, akkor menet. You want to see the video? Egyszerre jó. 3, 2, 1. Az Andisnak már odaadtam a kulcsot? Már odaadtam neked a kulcsot? Tessék? Már odaadtam neked ne. A kulcsot? Nem adtam volna, és nem is találom. Ez nem jó. De zsebedbe sincs. Oh, thank you. Akkor ez a tiéd. Which one is the soya? This is cappuccino. And this is coffee milk. Jézus. Do you want coffee milk? Yeah. De nincs a zsebedbe? Hát muszáj neki, mert... Vagy ez ilyen... az? Ezt még tudtad? Igen. És ezen a héten Paolo von Vacano, egy híres fotós fog eljönni. Az a helyzet, hogy én eddig nem ismertem a munkásságát, de most így nézek utána, és nagyon izgatott vagyok, és kíváncsi vagyok, hogy miről fog beszélni, mit tudunk meg tőle. Hey, see ya. Oh, see ya. Gyere ide. No, gyere ide. Oh.
akadt egy szabad délelőttöm egyedül, Dóri is suliba van, a Márk meg elment venni egy biciklit, és tegnap mesélt nekem Dóri egy helyről, amik romok, amik Rómában azért elég sok van, viszont ebből macskamenhelyet csináltak, hogy befogták az összes környékbeli macskát, és itt vannak a romoknál, és gondoltam, hogy ez a tökéletes egyedüli program, amire egyedül el tudok jönni. Most cicázom egy picit, egyébként nagyon cukik, és tényleg nagyon sokan vannak, és itt a romok között szaladgálhatnak, de van egy rész, ahova bejöhetnek az emberek. Szóval itt meg lehet őket simizni, hogyha akarják, vagy hagyják magukat, úgyhogy ezt most nagyon élvezem, és tényleg tele van cicákkal. Most itt fogok időt tölteni, amíg Dóri suliba van. És egyébként ezek a cicák ki tudnának innen menni, szóval nem így be vannak zárva meg semmi, de gondolom sokkal jobb itt nekik, hogy kapnak kaját, meg... Meg amúgy itt elég nagy területük van itt a romoknál így mászkálni, mindjárt megmutatom a romokat is, hogy itt közte is vannak cicák, de az emberekhez is oda jönnek. Éppen a földön ücsörgök, és itt vagyok újra annál az, pont látszik valamennyire, a festményes bódénál, ahol megvettem a macskás festményt két nappal ezelőtt. Nagyon szeretek itt ücsörögni, mert sokkal több, vagy mi sokkal kevesebben vannak, mint bárhol máshol, mert ez eléggé ilyen turista központ, ahol itt mászkáltam, meg ilyenek, de ez a tér, itt nincsenek sokan, meg nagyon tetszik, hogy ilyen festményeket tudok nézegetni ücsörögve. A mai tervem az volt, hogy a Trevik úthoz elsétálok fejből, és sikerült. Szóval ott voltam a Trevik útnál, de rengetegen voltak. Szerintem le is videóztam, hogy nagyon-nagyon sokan voltak. Most nagyon vágyom egy energiaitalra, illetve pisilnem kell, most csak így elgondolkodtam, hogy ezt most megosztanám, vagy ne. Ja, nagyon sokat sétálgattam most is, meg az a fura, hogy nagyon nagy része a sétáló utcának le van zárva, de én 1 millió rendőrrel van így körbe kerítve, ami nagyon fura. De most nagyon jó itt ücsörögni, már csak az lenne jó, hogyha lenne a kezem egy energiaital, mert eléggé elfáradtam, és most ezt nagyon szívesen elkortyolgatnám. De amiről akartam beszélgetni, az az, hogy most először érzem azt külföldön, hogy akár tudnék itt élni. Szóval most itt sétálgatva eszembe jutott, hogy amúgy nagyon jó lenne, hogyha minden nap ezt átélhetném. És most először érzem azt külföldön, hogy ezt úgy minden nap meg tudnám szokni. Szóval lehet, hogy egyszer Rómába költözöm? Amúgy valószínűleg nem, de azért jó eljátszani a gondolattal. Igen, itt így élnék életvitelszerűen. Nagyon-nagyon durván tetszik minden. Tehát, hogy itt nem az van, hogy így sétálsz egy
látványosság miatt, hanem konkrétan sétálsz egy látványosság miatt, de közben még látsz 1500 látványosságot, és olyan gyönyörű utcákba sétálgathatsz, hogy zseniális, nagyon tetszik. És ugye mondtam el, hogy voltam 12 évesen Rómában, de azért ennyire nem maradt meg, hogy ez ennyire élvez. Jó, 12 évesen azért, ez 9 év. 9 éve voltam 12 éves, az annyira durva. Legyen az, hogy megkóstoljuk egyedet, aztán Grazie. Most rendeltünk bruschettát, vagy hát én, és már Dorina is kívánta múltkor, amikor vacsiztunk, és itt volt olyan, hogy ilyen háromféle kombináció, ez tudja, hogy sima a paradicsomos, ez, mi ez a sonka? Prosuttós. És ez pedig szerintem spenótos. De az összes nagyon jól néz ki. Melyik részéből vágják? Csak egy szeletet. Milyen? Jó, mint a nápolyi? Jó, nagyon. Úristen, ez is nagyon-nagyon finom. Akkor egy gombóc van. Aha. És a Márk most szegény végig az jár a fejébe, hogy bárcsak lazánnyát tenni. Jó, ugye nem. Ja, de nem. Komolyan. Hogy jutott volna eszembe? Az a jó szaftos lazánnya, de hogy hiányzik? Szép zöld fű. Hogy van? Szép zöld gyep, az fog nekem hiányozni. Ez mi? Azt idézted? Ez a magyar külön. Ez a szép zöld gyep, az fog nekem hiányozni. Nem idéztem semmit. Kíváncsi vagyok a drámára. Eljöttünk ismét fagyizni, a Günther Gelatóhoz jöttünk, és Dóri mindjárt ismerteti, hogy ez miért olyan jó hely. Az a helyzet, hogy elvileg az olaszok szerint az ételek vagy ehető finom, vagy eszméletlenül ehetetlen szar. Aha. És amire az olaszok azt mondják, hogy na ez megüti a mércét, ez ehető, olyan helyekre, itt most kifejezetten fagyizókra, adnak neki egy ilyen minősítét, ez a Gambero Rosso, ezt keresétek, ha Olaszországban vagytok, és ez a hely már 2019-től kezdve 21-ig minden évben megkapta ezt, szóval erről lehet tudni, hogy ez tényleg egy jó fagyi, nem egy túl színezett, túl így, meg úgy ízesített hely. Ebben az az érdekes, hogy az a neve, hogy Günther Gelato, és ezt egy német házaspár csinálta, tehát igazából nem is olaszok, szóval nem az a lényeg, hogy olasz legyen, akik készítették, hanem hogy megüssék az olasz mércét. Mi pedig most leellenőrizzük, hogy ez valóban így fog-e történni. Egyébként jól néznek ki a fagyik, mindjárt meg is mutatom. Wow. De ez se barna. Kettő fényes van. Mi? Meg van toboz. Mi? Úristen. Nagyon menő lenne. Van toboz. Van toboz. Van toboz. Meg nem van így, hát azt azért eléggé ellensúlyozni a toboz. Én mondjuk lehet, hogy nem lennék annyira bevállalós, hogy egy toboznak azért annyira nincs jó íze, nem? Na, de a Márk bevállalja. Hát bevállalja, csak nem tudom, hogy akarja-e. De tényleg. Van körte és gyömbér. Márk végül toboz ízű fagyit kért. Melyik az? Ami felé van. A ez? Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon toboz ízű. Olyan íze van, mint amilyen toboznak az illata tulajdonképpen. Én is. De ti még nem ettetek tobozt. De, van-e? Hát azért annyira nem jó, nem? Köszönjük. De tényleg, Dóri olyan erőszakos volt, hogy a Márka toboz ízűt kérje. Ez most így kontextus. Kontextus nélkül ez most nagyon szemétnek hangzik. Mondd már el, hogy mi történt. Ja, hát az, hogy tőlem, ez most egy kurva ilyen toxik. De hogy mi? Hogy a legszarabb ízt látunk. Nem, hogy a tegnap ja, mi az? Hát, hogy tegnap egy olyan napot, hogy már választottam a takart, ezért ma olyan jött, hogy a Dóri megmondta, hogy mit választott. Nem
Nem, tegnap az volt, hogy a Márk vaníliafagyit választott, és ezt kompenzálja most azzal, hogy toboz fagyit eszik, hogy ma meg a legextrábbat vállaltok. Milyen jó volt tenni. Jó volt tehát. Ez a vaníliafagyit az akkor, hogy toboz. Akkor egy új tucat, és abba rakjuk bele a vaníliát. Az a drága, nem a fagyi. Én végül olyan csokit kérdem, amiben van kakaóba, török magyarót és almás gyömbéres fagyit. Az almás gyömbéres azért elég fura, de nem rossz. A többi nagyon finom. Hát a körte miatt. Nem egy toboz. Nem rossz. Tehát hol erre a toboz? Itt nem jól csinálják. Én mára lettem eddig toboz. Ez nem az. Jaj. Ez olyan fura vanília. Nem kéred a kekszeidet? Most ha nem lettél van itt, akkor konkrétan papára esek. Konkrétan lendullázta a fagyi elvárásaimat. Bármi beszél, ez nem az jó. Meg kell mondjam, hogy nem vagyok a toppon. Tegnap valami történt, és kicsit szarul vagyok amúgy. Mármint így fizikailag. Szerintem megfáztam, hogy valami, mert nagyon-nagyon hideg volt ugye amúgy is. Most ilyen tinédzser fiúk ülnek velem szembe, és rajtam nevetnek. Itt vagyunk a Vatikánnál, és tök érdekes. Ez pont úgy néz ki, mint amilyenre emlékeztem 12 éves koromban, ez pont akkora. Nagyon nagy ez a tér, a Szentpéter tér, és nagyon szép, viszont most nem. Én akkor 12 évesen amúgy voltam bent a bazilikában, viszont ez itt, ami embereket láttok, nem tudom mennyire látjátok, ez itt mind a sor. Szóval ez nagyon durva. Úgyhogy ezt most nem álljuk végig. Meg az is a kockázat, hogy amúgy délután 4-ig engednek be embereket, és most már elmúlt délután 4, szóval lehet, hogy be se tudnánk jutni, hiába állunk be a sorba, ami elég rossz lenne. Reggel nem akartam menni, mert nagyon nem éreztem jól magam ahhoz, hogy így egyek, meg ilyenek. Úgyhogy most durék ettek, de én most kezdek el éhes lenni, szóval majd eszem valamit. De tényleg így elég, amúgy szerintem nem vagyok covidos, remélem. Folyik az orrom, ilyen erőtlen vagyok, tudjátok, ez a tipikus ilyen, de mondom, szerintem csak megfáztam. Meg a smafúhoz lehet lány is, meg fiú is, nem? Margo? Hát akkor jó étvágyat. Na, hát megtörtént életem legrosszabb reptéres élménye. Ugye tegnap bejelentkeztem, hogy nagyon szarul vagyok. Ez csak rosszabb lett idővel, és nyilván elkezdtem gondolkodni, hogy ez egy kis Covid.
úgy voltam vele, hogy most csak nem vagyok covidos, de gondolom amúgy mindenki így van vele. Ki zongorázik? Na, szóval csak nem vagyok covidos, meg ilyenek. És az történt, hogy idefele ugye meséltem is, hogy semmit nem kértek el az ilyen cuccokból. Se a zöld a védettségi cuccot, semmit. Pedig volt antigéntesztem is, mindenem volt, de nem kérték el. És most jöttem kifele, gondoltam, akkor visszafele meg még annyira se fognak elkérni semmit, mert Magyarországon elfogadják a Sinopharm oltást, ami nekem van. Hát ez nem így történt. Konkrétan, ja, ott kezdődött, hogy hogy jutottam ki a reptérre. A G20 találkozó, ami ilyen Joe Biden, meg minden nagyon fontos ember, most találkozik Rómában, ezért minden tömegközlekedés le van zárva. Tehát én betegen, úgyhogy tudjátok, tipikusan az a beteg vagyok, hogy fáj a fejem, fájnak az ízületeim, fáj a lábam, fáj a karom, köhögök, taknyomnyálam egybefolyik, fáj a torkom, nincs lázam. Ezért bíztam benne, hogy nem vagyok covidos. Na szóval, és az történt, hogy most csekkoltam volna be, és így mindenkit így engedtek át szépen, hát gondoltam akkor engem is, majd Buzás Andrist megállítják a reptéren, hogy Sinopharm oltás? Az nem! Úgyhogy ott konkrétan majdnem beszartam, mondom, most akkor itt maradok Rómában, vagy mi van? És akkor mondták, hogy nem, hanem hogy van az alaksorban egy antigén tesztelő. Szóval, hogyha lemegyek, akkor ha időben végzek, akkor még fel tudok szállni a gépre. Nyilván itt az is idegesítő volt, hogy most ki kell adnom megint több ezer forintot egy tesztre, mikor idefele megcsináltattam, és akkor nem kellett, most meg, hogy nem csináltattam, meg most meg kell. És azt sem értem, hogy idefele miért nem kérte el senki, mikor itt ugye Rómában nem fogadják el a Sinopharm oltást, de közben pedig Budapesten elfogadják, és most megyek Budapestre. De mindegy, ezt nem annyira értem. Lementem, beregisztráltam, minden, úgyhogy, és nem tudtam, hogy mi hogy működik, szóval így ott kértem segítséget, hogy magyarázzák már, hogy most mi van, mert nem értem. Mert engem csak így leküldtek, hogy na, itt a Covid-tesztelő, csináljál valami. Attól is féltem, hogy nem fogok időben végezni, de egyébként ott már a Covid-tesztem mindenki nagyon-nagyon kedves volt, meg mit tudom én, szóval ott már semmi probléma nem volt, és azt a, nem tudom, fél órát, amíg kiderült, hogy covidos vagyok-e, konkrétan ilyen körömrágva ültem végig, hogy oké, hogyha most covidos vagyok, akkor mi lesz? Mert hogyha covidos vagyok, akkor hogy jövök haza? Happy end a vége a sztorinak, nem vagyok covidos, van egy negatív covid-tesztem, ami egyébként azért is jó, mert azért jó tudni is, hogy most nem vagyok covidos, csak megfáztam, bár amúgy gondoltam, hogy csak megfáztam, mert a tüneteim is olyanok, hogy így megfázás. És remélem, hogy ennek már csak az lesz a vége, hogy felszállok a gépre, és hazautazom Magyarországra. Peace. Na, hát amióta utoljára bejelentkeztem... Mi van? Amióta utoljára bejelentkeztem, azóta... Nem is tudom, hogy elmeséljem, mert ez borzasztó volt. A reptéren elkezdtek hívni minket, hogy az A2-ről fog indulni Budapestre a repülőgép. Beálltam az A2-es sorba, úgyhogy alig bírtam állni, annyira rosszul lettem, és egyre-egyre rosszabbul lettem. Ilona, kérnek. 40 percet álltam az A2-es sorba úgy, hogy már majdnem elájultam, amikor szóltak, hogy ja, sajnos mégsem innen indul a gép. És át kellett állni az A6-os kapuhoz, ahol újabb 40 perc várakozás után elkezdtek minket behívni. Majd kicsit több mint egy óra késéssel elindult a gép Budapestre. Ezt nem kívánom senki. Ez tényleg a legrosszabb dolog a világon, hogy nyilván pont most kellett ez a gép macera, meg késés, meg antigénteszt, meg minden, amikor konkrétan mindjárt, nem tudom, mindenem, az orrom, a fülem, konkrétan nem hallom magam, úgy be van dugulva a fülem, és most nem viccelek, hanem ilyen tompán hallom magam, mint hogyha lenne egy ilyen tompító a fülemen. Nem ilyen negatív hangvételbe szeretném lezárni a videót, mert nagyon-nagyon jól...
nagyon-nagyon jól éreztem magam Rómában. Dúrékkal nagyon, vagy együtt töltöttünk egy hetet. Ilona, ne mozgass, légy szíves. Nagyon örülök, hogy együtt töltöttünk egy hetet. És tényleg nagyon-nagyon jó volt, csak ez a rohadt betegség ne jött volna. Nagyon remélem, hogy már, hogy ez most nem fog sokáig tartani, mert már ez már a harmadik nap, és tényleg ma tetőzik, szóval ma a legeslegrosszabb, de amúgy lehet, hogy azért, mármint, hogy nyilván közrejátszik az is, hogy ma nem tudtam egyáltalán pihenni meg semmi, hanem csak és kizárólag a reptéren szenvedtem. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem azért élvezhető volt számotokra, meg ilyenek, úgyhogy ja, puszi. Sziasztok!